Troszocska szedem a kisztet. Tisztelt közönségünk, kedves barátaim! A frissen érkezetteket kérem, hogy viszonylag hamar foglalják el helyüket. Nagy tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket és különös tekintettel a Frankot. Ez egy beszélgetés sorozat, amit tavaly kezdtünk el, és ami azt a hát címet viseli, hogy társadalomtudósok három rendszerváltás idején, ami ugye eleve több érdekes kérdést vett föl. Az egyik érdekes kérdés, hogy a társadalom, és az első ilyen tulajdonképpen, amire bizonyos értelemben Tibor számára is valószínűleg egy valódi kérdés, hogy társadalomtudománya a történettudomány, vagy pedig a történettudomány az valahol közelebb van ezekhez a hagyományos humanities típusú dolgokhoz, van ebben elmozdulás, és hogy van ennek az egésznek egy olyan tengelye, ami ennek a német típusú, illetve angolszász típusú történetírás, ami a Tibor számára nyilván egy külön kérdés. Most a másik, amit szintén a sorozat cíművel függ össze, ez a bizonyos három rendszerváltás című fogalom. Ugye van, aki azt mondja, hogy még az is sok, tehát, hogy nem nagyon volt itt három rendszerváltás, valaki szerint meg kevés. Ugye Kender Péterrel 10-et számoltunk itt össze hirtelenében, 10 rendszerváltás számoltunk össze 1918-tól napjainkig, de azt mindenkitől meg szoktam kérdezni nulladik körként, hogy hogy látja az elmúlt évtizedekben a nagy határpontokat, ami egyrészt abban az értelemben határpont, hogy amit, ahogy a rendszert belsőleg érzékelte, vagy a saját tudomány területét belsőleg érzékelte, vagy valamilyen összefüggésben a saját életét, ugye ezek afféle születésnapi beszélgetések, tehát kinél hány évtizedet jelent ez ugye a Tibor esetében a felnőtt kor is ugye 5 évtizedet jelent. Tehát én innen indítanék most, és át is adnám nyomban a szót. Köszönöm szépen egyrészt a meghívást és a lehetőséget, hogy ebben a sorozatban én is részt vehetek, és a figyelmet, amit én gondolataim rá mutat, már nem is csak mostantól, hanem már korábbról. Én nem tekintem rendszerváltásnak azt, hogyha egy másik politikai vezető foglalja el a helyét a kormány, vagy a parlament, vagy más hasonló szervezet élén, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy megváltozik valóban a gazdasági társadalmi rendszer, sőt, a legkövesebben nem jelenti azt egyáltalában, hiszen van egyfajta átlapolása a generációknak, tehát az a generáció, amelyik mondjuk éppen 40-50-es éveiben van, azt nem cserélik le attól, hogy egy másik garnitúra kerül a politikai hatalom birtokába. Tehát itt különböző generációkat érint egy változás, vannak fiatal emberek, akik 18-25 évesek, és vannak középkorúak, és vannak idősek, ezeket mind másképp érinti a változás, van, aki az aktív résztvevője tud maradni, vagy azzá válhat, és van, aki pedig egyszerűen tovább folytatja azt az életformát, amit korábban
elkezdett. Tehát a politikai rendszerváltás és a gazdasági társadalmi rend megváltozása szerintem nem szorosan függ össze. Egy idő után természetesen viszi az egyik a másikat, de ami nálunk történt, ott bizony nagyon sok él, nem csak hogy a úgynevezett rendszerváltás, a magyar rendszerváltásnak nevezett fordulat óta folyamatosan, hanem még a Kádár rendszerről is nagyon sok minden megmaradt, tudati elemek, azt kell mondanom, hogy még erről is sok minden megmaradt, mert az a fajta vezető éjség, ami Magyarországon van, tehát hogy valaki mondja meg, hogy mit kell csinálni, és majd ahhoz mindenki igazodni fog, annak a gyökerei visszamennek a középkorba és a földesúr jobbágyviszonyhoz. Nekem szilárd meggyőződésem régóta, hogy van egy olyan beidegzés, ami nem csak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai térségben általában is egy főnököt igényel, aki megmondja a tegyvalókat, és ahhoz igazodni kell, és azután a igazodás kudarca a büntetést vonhat maga után. Ennek a története hát egészen a nemzetségek középkorig megy vissza, és a sötétsége megmaradt a mai napig is sajnos. Ami most a társadalomtudományi kérdést illeti, a történelem egy nagyon sokágú disziplina, amelyben van kemény társadalomtudományi lehetőség is, és van kohortársadalomtudományi, vagy a humaniórák lehetősége is van. Tehát valaki egy embernek a véletrajzát írja meg, az egészen más, mint hogy egy gazdasági rendszernek a történetét dolgozza föl, kemény változókkal, statisztikai táblákkal, sok elméleti előfeltevéssel is így tovább. A történettudomány általában elmozdult sokaknál, nem keveseknél, az elméleties irányba, ezt azért mondom így, mert más disziplinában is átvette a vezető szerepet az a törekvés, hogy elméletig legyen a tudomány szak, mint amilyen hagyományosan volt. Különösen erős az irodalomtudományban, ahol az angol száz irodalomtudományban lényegében elfeledkeznek magával az irodalmi műről, és helyette egy ilyen pseudo-filozófiát kreáltak. Tehát az inglis néven, az amerikai egyetemeken tulajdonképpen filozófia folyik, vagy gender elmélet, az ugyancsak egy fajta filozófia, vagy más hasonló dolog, ami angol alá nyomult be, ott talán magának tártalajt és bátorítást. És ez hozzánk is kezd beérni, hozzánk alapítanak Magyarországot, és hozzánk a többet. Tudom, hogy az ügyenes embereknél ez erősen érződik, de nagyon keveseknél. Tehát a magyar hagyomány egy narratíva fölépítése és érdemtartása, a magyar hagyomány a történetmondás még mindig nagyon sok esetben. És a történetmondás alatt nem valami rosszat értek, hogy valamit, ami káros, vagy valamit, ami különleges. Csak azt mondom, hogy ilyen tekintetben a magyar gyakorlat kezd le maradni a német, vagy a amerikai, vagy sok esetben még a más, mint az európai gyakorlattól is. Egyenlőre ennyit erről gondoltam. Itt köztünk van egy munkamegosztás, hogy én ugye angol ügyek vagyok bennem, elsősorban én leszek a leautentikus kérdező. Tehát gondolom, hogy villant egyet a szemed, amikor mondta Tibor ezt, hogy az angol az átment egy filozófiai tárgyára. Igen, én ebben nagy részt egyetértek, tehát az, hogy a szövegtől való eltávolodás és ez rengeteg féle ideológiának a betüremkedése az irodalomtudományba, a kultúratudományok betüremkedése az irodalomtudományba, az azért egy megfigyelhető trend. Én nem feltétlenül látom ezt egy bocsánat, ezt kikapcsolhatnál véglegesen a kérdezetár, mert túl hangos. Igen, parancs.
Én ezt nem feltétlenül látom, mert egy nagyon negatív jelenségnek, de ugye én ebben nőttem már fel, és ebben szocializálódtam, és épp ezért ez egy teljesen más viszony. Rendszerűen irodalmárként használom is ezeket, de az tény, hogy sokkal erőteljesebb a filozófia tudomány, kultúratudomány jelenléte. Ahogy egyébként szerintem a történet tudomány is befolyásolja most már az irodalomtudományt. És erre azért kíváncsi lennék, hogy ez hogyan éri meg a másik oldalról. Én nem a történettudomány befolyását látom, hanem a természettudományok befolyását látom. Azt a törekvést látom, hogy a magunk humán műfajaiból, vagy disziplináiból valami komolyabbat csináljuk, mint aminek az le van írva, vagy ahogyan azt elfogadja az akadémia kisalval és nagyalval. Tehát itt van egy verseny, kinek kimondott és ki nem mondott verseny, amelynek a fő oka a pénz. Az kap pénzt, aki nagyon tudományos, és aki a természettudományban működik, az sokkal könnyebben tud tudományos lenni. Az tudomány, az minden nyelvben az a tudomány, tehát az angolban ugye igazából a társadalomtudományoknak nincsen rendes nevünk. Science néven fut minden, amely azonban a valóságos angol nyelvben csak a természettudományt jelenti, a humán tudományt nem jelenti. Na most itt van egy, aki megnézi a pályázatok világát, vagy az ott Magyarországon, az OTKA világát, vagy a nemzeti kulturális alapot, vagy bármit, ami nálunk van, vagy megnézi azt, hogy mi van a Humboldt ösztöndíjak világában, a Fulbright ösztöndíjak világában, hogy milyen arányok van, kapnak, vagy a Bullerinál mi van, ugye, milyen arányokban kapnak természettudósok ilyen lehetőségeket, és milyen arányban kapnak pénzt. Ugye az egészen azt kell mondanom, hogy hajmeresztően rossz arány a mi szempontunkból. Tehát ezért folyik az, én megítélésem szerint legalábbis az az igyekezet, hogy ebbe is nagyon tudományos tölteteket próbáljunk belevinni, próbáljunk olyan minimális látszatot tenni, hogy nem is tudomány, ennek is van elméleti megalapozottsága, ennek is van saját szókincse, és ebben igyekezzünk azt a eredményt elérni pénzügyileg, pályázatilag, karrier szempontjából, és így tovább mennek, ugye tovább menően van egy csomó személyes pályázatása is, hogy az tud igazából komolyan pályát befutni, aki ezt a fajta tudományosságot űzi. Jókai Mór élete és kora az nem tudomány Magyarországon, de Dickens élete és kora sem tudomány Angliában is, így folytatnám. Tehát ezek mögé oda raknak mindenfélét, amitől a tudományosabban hat. Én ezt nagyon nem szerettem, megmondom egészen őszintén, és egy olyan versenyfutás részének tekintem, amelyik eredménytelensége kódolva van, azt gondolom. Te magad is mozdultál el, mégpedig a mondjuk a Zerfi korszaktól kezdve, ami úgy tetszik, egy személy életének egy ilyen bizonyos értelemben, ahogy tetszik, mikrofilológiai szintig tartó elmesélése a Double Exile-ig, ami bizonyos értelemben egy társadalmi jelenséget empirikusan megragadhatóan leír. Tehát itt azért nem csak az a tengely van, hogy a természettudományosodása a humanitiznek, hanem a társadalomtudományosodása abban az értelemben, hogy a egyszerűmességből a tömeges, vagy megragadható, vagy szabályszerű irányából való elmozdulás. A te pályád is bizonyos értelemben ezt tartalmazza, hogy a... Az nagyon kedvesület és az én pályámat, de ez egy tévedés. Az én zelfikrényem az nem egy mikrofilológiai mesélés, hanem az a Magyarország és a nemzetközi ügynökrendszernek a hivatalos előtt
sok évvel megtörtént beletkezése volt. Ez volt a célja, és ez volt a mondani valója. Az etikus felett bizonyos ügynök volt, akiről 5-10-15 évvel később azt a könyveket írta a nagy felfedezésként, hogy milyenek az ügynökök Magyarországon, Magyarország, Magyar Monarchiában. Én tehát ebben nem semmiképpen sem látok mesélőést, ezért közel 69-ben fogtam ennek neki, és 85-ben jelent meg a könyvben. Tehát azt lehet mondani, hogy 16 év munkája volt, egy kihetetlen előveszítés volt arra, hogy ezt az életpályát összerakjam, és egy modellként bemutassam, amire a kortársak nagyon gyorsan ráéreztek, és nagyon-nagyon széles körű viszonyú volt egyként. Akkor előtt én nem lehetett jutnak beszélni, de néhány évvel később már lehetett, és akkor ez. Tehát én ezt mondanám, hogy itt nem egy átlagos életpályának a elmesélési rögtékezőzele volt szó, hanem ez egy a magyar életet beleli elrohasztó jelenségnek, a magyar is, mert ez kéleskörűen hatott más országban is, a Szovjetuniótól kezdve emlékezik mindenhol. Ugye az MDK-ban állítólag 3 millió ügynök volt, ugyanúgy Romániában állítólag 3 millió ügynök volt. Tehát ez a egy embernek a sorsába bele volt sűrítve egy rendszernek a leírása. Hogyan működik a megfigyelése és a följelentése alakuló rendszer. Ennek az érdeklődésnek az alapja főben személyes és családi volt, mert az édesapámat 1949-ben, amikor egy éves voltam, akkor elrázott egy autóbusz, és az a feltételezés maradt meg a családban, hogy ez nem volt véletlen. Egy magas gazdasági állása volt a korrupciós időkben, és el akart menni Magyarországról éppen azokban a napokban, amikor ez a baleset történt. És én lennem ez nagyon erősen megmaradt, erről nem lehetett beszélni értelemszerűen, hogy mi történt és miért történt. Én nagyjából összeadtam a történetét. Ez engem foglalkoztatott, és én örültem, hogy találtam egy olyan lehetőséget, hogy ezt dolgozzam, és magamból is kidolgozzam. Tehát a dualizmus korával te az első pillanattól kezdve, vagy a 19. századi magyar történelemmel kapcsolatban az első pillanattól kezdve a 20. század második felének magyar történelméről is beszélni akartál. Mindenki akar a korábbi példákkal valamit a mának mondani. Ez a történésznek a feladata is tulajdonképpen. Tehát önmagában az, hogy milyen volt a Dózsa felkelés, az önmagában nem egy téma. A jelentős magyar történészek azok mindig, most nem magamat sorolom valahova, csak visszaemlékszem, hogy hány kitűnő munka született, amelyek a mának szóltak Szekti Gyulától kezdve egészen hát akár Rádi Györgyig. Ez a dolga is a történésznek, hogy a mát keresse a múltban, és bizonyosan a múltot keresse a mában. Tehát hogy ugye a történész egy mai élő ember, akire a ma hat, és valamit megpróbál mondani a máról, ez a régebbi időben, hát különösen 50-es években, de még jócskán a 70-es évekig elmenni, nem lehetett vállalni. Én éppen szabad gyönnek voltam a tanítványa, és szakdolgozója, a dr. Andrusza, és az ő munkájában, a forradalom és kivédés válaszútjából éppen most fog megjelenni egy cikken, amelyben dokumentálom, hogy ő hogyan beszélt az 1967-ben megvédett munkájával, ami 69-ben jelent meg. Az 67-ben megjelent munkájában forradalom és kivédés szavakat a címbe téve, hogyan beszélt 56-ról. Ez szerintem egy jó bizonyított a dolog, és nem is próbáltam benne. Ez szabad emléke, hogy most fog megjelenni majd egy pár napon belül, hogy minden igaz, és akkor ez ott a látszik, hogy én kiválasztottam azokat az idézeteket az ő könyvéből, amelyek erről szólnak, hogy legyen, és valahol nem lehetett beszélni, és a forgalom szót nem lehetett használni.
és egy csomó olyan dolog van a könyvében, amelyik hát erről szól, és ő nagyon jó példát adott arra, hogy hogyan lehet suba alatt, vagy szűnyeg alatt, vagy metál alatt a saját kortársi dolgokról beszélni. És ebben én is követem, hogy az első könyv egyébként az nem az Erdi volt, hanem a Kérdezés hangon visszhangja, amelyben egy kimondatlanul vele folytattam egy dialógust, vagy egy vitát, mert ő minden áron azt mondta, hogy a Kérdezés rossz dolog volt, és Kossuthnak volt igazat, amit ő csak Kérdezés, én pedig azt láttam, hogy olyanból szemén keresztül nézve, vagy szemüvegén átlátva a Kérdezés egy nagyon elfogadható és fontos lépés volt Magyarország szempontjából. Ezt viszont a szabadnak nagyon nehéz volt mondani, és írni, mert ő ezt nem fogadta el. Én úgy gondoltam, hogy ez az igazság itt. Most itt ezek a Kérdezéssel kapcsolatos könyvek, vagy dolgozatok, ezek mind az akkori máról szóltak, hogy el lehetne fogadni a Kádár rendszer, vagy együtt kellene működni vele, hogy okos együtt működni vele, és így tovább. A Kérdezés szó az nem a 1867-es hetes törvényről és követelményéről szól, hanem a Kádár rendszerről szól. Ez akármelyik, akkoriban nagyon sok Kérdezés könyv volt, mert 1967-ben volt Szente Márinak Kérdezésnek, és ezt adott egy egész sorozat könyvek, Jószegi Istvántól, Kovács Emlénál, Gonda Indréig is még hosszan sorolhatnánk. Úgyhogy itt ez volt, nem utolsó sorban, sőt elsősorban a Halász Péter, aki a Kérdezést értette, és pontos és helyes értésnek tekintette. Ne is menjünk most abba bele, hogy a 150. évforduló fölött miért lépett úgy át a magyar történettudomány és a magyar közélet, mintha semmi sem történt volna. A